A MEV-Volán csoport járatain mintegy 700 millióan utaztak 2022-ben. A vállalat január végi közleményében úgy fogalmazott, reményeik szerint idén a közösségi közlekedésnek több tényező is lendületet adhat. Ilyen az üzemanyagárak emelkedése, az utas igényeket jobban figyelő új menetrend, vagy a komfortosabb járművekkel folyamatosan bővülő autóbusz állomány, mellettük szólhat a bérletek újítása is. Bevezetjük a kedvezményes vármegye bérletet is. Május 1-jével buszra és vasútra egyaránt érvényes, havi országbérletet és vármegye bérletet ajánlunk. A vármegye bérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18900 forintba kerül majd. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, komoly összeget spórolhatnak. Az új bérletek a helyközi járatokon korlátlanul használhatóak lesznek a tiketeken feltüntetett területen. Napi több 10 000 buszon és kötött pályás járaton nyílik lehetőség utazni egyéb jegy vagy bérlet megváltása nélkül. Az új tarifa termékeket azok a munkáltatók is örömmel fogadják, akik hozzájárulnak a dolgozók munkába járásához. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy a tömegközlekedés költségein nagy mértékben csökkennek, és ezeket megpróbáljuk természetesen majd érvényesíteni a fizetésemelésnél, hiszen ezeket a költségeket bekalkuláltuk már az éves kalkulációinkba, és reméljük, hogy ezeket tovább tudjuk adni a dolgozóinknak, hiszen a 100%-ban térített bejárási költség, az természetesen azért van, hogy a dolgozóinkra kevesebb teher jusson. Sok dolgozó is várja már az új bérletet. Van olyan, aki több mint 50 kilométert tesz meg naponta a munkahelyére, így jobban megéri neki a tömegközlekedést választani, mint személyautóval ingázni. Részben varak, részben pedig a biztonság szempontjából is. Ebből kifolyólag örömmel hallottam, hogy lesz egy új lehetőség, a vármegye bérlet. Ez mind számomra, mind a cégem számára kedvezőbb lesz. Igaz, nálunk az a jó szokás, hogy a cégünk 100%-ban téríti a bérletünket, de attól függetlenül ez mégiscsak egy jó dolog, én úgy gondolom. A tanuló vármegye bérleteket 90%-os kedvezménnyel lehet majd megváltani 945 forintért. A társaság hangsúlyozza, akik utazásaikkor rendszeresen átlépik a vármegye határt, kettő áráért az ország egész területére érvényes engedélyt válthatnak. Ez 2500 forinttal olcsóbb lesz, mint a jelenleg 30 kilométerre érvényes bérlet. A tanulók itt is igénybe vehetik a 90%-os kedvezményt, így 1890 forintért szinte bárhová eljuthatnak az országban.